Többen kerékpárra szálltak az elmúlt hétvégén Gyulaváriban, hogy így emlékezzenek a 4 éve elhunyt Brumár Mihályra. A barátok és a családtagok mellett a sportág kedvelői, képviselői egy 2,8 kilométeres tiszteletkörrel nyitották meg a rendezvényt. Ez egy emlékverseny, úgyhogy úgy gondoltam, hogy érdemes eljönni, megéri, úgyhogy várjuk mindjárt ezt a versenyt. Örülök, hogy itt lehetünk. Gyula messzeföldön híres arról, hogy nagy becsben tartja értékeit. Görgényi Ernő polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, Gyula az értékek megőrzésében az élen jár. A hagyományok ápolása és éltetése a város egyik jellegzetessége. Nagyon szép, sőt mi több megható, mikor egykori jeles személyiségekre ilyen szépen emlékeznek, mint a gyulai kerékpárosok emlékeznek Brumár Mihályra, aki meghatározó alakja volt, sőt, több ízben újraélesztője a gyulai kerékpáros életnek, gyulai kerékpáros társadalom egyik vezetője volt, és az ő emléke úgy látszik, hogy mai napig is élénken él a biciklisek körében, eljöttek ma a legkisebbek is, és ők is rá fognak emlékezni a mai tekeréssel. A hagyományteremtő céllal életre hívott Brumár Mihály kerékpáros emlékversenyen megjelentek azok is, akik az egykori kerékpáros tanítványai voltak, napjainkban pedig bicikliboltot üzemeltetnek. A 80-as években az apukám ugye ebben a rendszerben, ugye az augusztus 20-ai ünnepségeken ilyen ötköröseket szervezett, ő is benne volt ebbe a szervezésbe, és akkor azért jött ugye ez a helyszín, és ugye mivel ő egy országúti kerékpár is volt, és ez országútról szól, ezért valami olyasmit kellett kitalálni, ugye, mint annak idején. És ez 2,8 kilométer, ugye megy így körbe, ugye ezért nevezzük egy ilyen háztömb körülit, és minden korcsoportnak meg van határozva, hogy mennyi távot kell lehajtani ahhoz, ami az ő korának megfelelő. Brumár Mihály egyfajta példaképnek számított Gyulán. Városi, megyei és országos szinten is ért el szép eredményeket. A kerékpározása a nyugdíjba vonulása után sem hagyott fel. Rengeteg túrán vett részt nem csak Magyarországon, hanem külföldön is.